1947-ben ezen a napon hurcolták el Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát, a megszálló szovjet csapatok, majd tartották fogva 8 évig. Rá és a több ezer családjától elválasztott és kényszermunkatáborba hurcolt honfitársunk előtt tisztelegbe emlékeztünk Karcagon is, a katolikus templommal szembeni parkban lévő kopjafánál. Az emlékezés koszorúját Szepesi Tibor polgármester, Gyurcsák János alpolgármester, F. Kovács Sándor városunk és térségünk országgyűlési képviselője és Huba Imre, a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke helyezte el.